10 évvel a vörösiszap katasztrófa után is vannak olyan sérült idős emberek, akik egy fillér kártérítést nem kaptak a felelős cégtől, pedig maradandó sérüléseket szenvedtek. Van, akinek azóta amputálni kellett a lábát és ápolásra szorul. Azt mondják, lassan már a gyógyszerekre sem telik a nyugdíjukból. Hiszen élethalál között voltunk ott több órán keresztül, ma hangunk se volt, annyit rikogattunk, kiabáltunk, hogy segítsenek. Így emlékszik vissza Geiger Imréné a devecseri vörösiszap katasztrófa első perceire. A fényképen jól látszik, az életiért küzd, a ház oldalába kapaszkodik, hogy el ne sodorja az ár. Miután levonult az iszap folyó, az idős asszony már nem tudott lábra állni, úgy kellett kórházba szállítani. A mai napig heti háromszor kötözik a lábát, olyan fájdalmai vannak, hogy morfiumot kap. Ennek ellenére állítása szerint vannak olyan éjszakák, amikor ordítva ébred a fájdalom. Kábítószeres tapaszt is kontramál, az erős fájdalomra vannak ezek az erős fájdalom csillapítók, de mégis nincs se éjszakám, se nappalom olyan fájdalmai vannak, kibírhatatlan, szinte. Az asszony kártérítésért fordult a bírósághoz, legalább 6-szor perelte be eddig a MAL ZRT-t, de minden alkalommal elutasították kérelmét. A bíróság kimondta többszörösen, hogy nincs okozati összefüggés az én betegsége és a vörösiszap között. Annak ellenére, mikor ugye kórházba kerültem, látták, megvan a záró minden róla, combig be volt kötve, csak a hús volt már a lábamon. Geiger néni szomszédjának azóta amputálni kellett az egyik lábát, most egy idősek otthonában kezelik. A járvány miatt stábunk oda nem mehetett be. Mindkét idős asszony 100 000 forint nyugdíjból él, így most jól jönne nekik a kártérítés, hiszen csaknem 70 000 forintba kerül egy havi gyógyszeradagjuk. Az asszonyt a lánya ápolja folyamatosan. Nyilván az elsődleges cél az volt, hogy meggyógyuljanak, nem az, hogy pereskedjünk, de sajnos nem sikerült elérni sem azt, hogy kárpótlást kapjanak, sem a gyógyulásukat. Egyik idős asszonynak sincs pénze arra, hogy sztárügyvédeket fogadjon. Eddig kirendelt ügyvédjük volt, aki szerintük nem tett meg mindent azért, hogy pernyertesek legyenek, és hozzájuthassanak szerintük jogos kártérítésükhöz.